Bércesi Róbert 30 éve kezdett zenélni. 15 évesen döntötte el, hogy dalszerző, gitáros, énekes lesz, és azóta is abból él, amit a legjobban szeret csinálni. 20 éve üzem profi szinten. A zeneipart úgymond 20 éve élek meg a zenéből. Az első 10 év az kemény volt, a próbálkozás. A szüleimnek se volt kellemes, amikor a panelházba döngettem az elektromos gitárt az erősítőn. De azt kell mondanom, hogy megérte, és áldom Istent azért, hogy 15 éves koromban rátaláltam arra, amit szeretnék csinálni. Volt hozzá állhatatosságom, akaraterőm, hogy minden nehézség ellenére véghez vigyem, amit akartam, úgyis, hogy senki más nem hitt benne, csak én. És abból élek, amit szeretek csinálni. Robi kitartása példaértékű. Nem volt semmi, ami eltántoríthatta volna őt zenei pályafutásától. Semmilyen más foglalkozást nem tudnék magamnak kitalálni. Szívesen lennék író, filmíró, filmrendező, de hát az már egy másik szint. De alapvetően én nagyon örülök, hogy ezt a munkát választottam. Sok szabadidő van benne viszonylag, és viszonylag jól meg lehet belőle élni, hogyha az ember jól csinálja, viszont azért vannak hátulütője is. Például, hogyha nem vagy rugalmas, akkor semmi keresni valahogy a show businessbe, ez az alap. Egy zenészember az legyen rugalmas, és hát a rock'n'rollban nincs vasárnap. Bércesi 2000 nyarán alapította a Hiperkarma nevű rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttest, miután előző zenekara a Blabla feloszlott. Robi regénybe illően kalandos pályafutása során sokakra volt, van és még lesz is óriási hatással. A frontember elárulta, ő maga miből szerez ihletet és energiát. Energiát leginkább a hitemből és az úgymond képzeletbeli barátaimnak a kedves szavaiból ihletek, ezekből a hangokból merítek. Ihletet pedig a dalszövegírás az általában a saját élményeim adják, de nem úgy, hogy konkrétan meg akarok írni egy szakítást, vagy akár bármilyen más esetleg örömteli eseményt, hanem amikor elkészül a dal, már készen van, mit tudom, egy hónapja, és van rá rálátásom, akkor döbbenek arra rá, hogy hoppá, ez a dal pont arról szól, mint ami egy hónappal ezelőtt történt velem, és ez valójában ez varázslatos. Robi egy John Lennon mániás, Beatles fanatikus, gitáros, énekes dalszerzőként kezdte a pályáját, és ez a mai napig nem változott, ők a kedvencei, fogalmazott. Hozzátette, hazánkban Lovasi András és Bródi János vannak rá hatással. Robi azt is elárulta, mennyi idő alatt születik egy-egy dala. Ha úgy érzem, hogy nem befejezett, és még hozzá kellene tennem valamit, akkor figyelmeztettem magamat, hogy tudod, ami már ötleted van, azt a következő dalba tedd. És így ezt sikerült is gyakorlatilag akkor lenulláznom ezt a problémakört. A két végletet mondom, van olyan dalszövegem, ami 10 éven keresztül írodott, illetve van olyan dalszövegem, és ebből van több, aminek a megírása annyi ideig tartott, amíg bepüttyögtem. Tehát, hogy leírtam, bezártam a doksit, és kész. A Bércesi Róbert vezette Hiperkarma immáron 22 éve működik, és ez idő alatt rengeteg magaslaton és hullámvölgyön, illetve több tagcserén is átesett már a zenekar. Robi kifejtette, mi az előnye, illetve a hátránya annak, ha a csapatban vagy szólóban áll a színpadra. Teljesen más a kettő, a dalok között nyilván van átfedés, hiszen egyedül is játszom Hiperkarma dalokat, mondjuk teljesen más felfogásban. Az egyszergitárosban az a jó, hogy szabadságot engedélyez. Tehát, hogyha van kedvem, akkor olyan dalt játszok, ami nincs rajta a dallistán, vagy ha valaki bekiabál valamit, akkor teljesítem a kívánságot, illetve a dalok között lehet hosszabban szövegelni, stand-upolni, nem török a bödős babériaira, de néha elsütök egy-két saját készítésű point. A Hiperkarmánál ez nyilvánvaló technikai okokból lehetetlenség, mivel hogy ott ugye többen állunk a színpadon, mindenkinek ott egy dalista, ott nem lehet az, hogy hoppá, srácok, akkor most egy másik dalt játszunk, és akkor kiabálnak, hogy micsoda? Tehát hangzavarban nem is hallják, úgyhogy ott kötött dalista van, és ott a számokat is egybekötjük, és ilyen három dalonta szoktam mondani, egy jól érzitek magatokat, vagy nagyon szépen köszönjük őt. A Hiperkarma koncertek, a rock koncertek alapvetően szerintem nem arra valók, hogy az ember ott kiélje a filozófikus vagy komikus énjét. Robi a koncertekre összeír körülbelül 40 dalt, egy másfél órás koncerten 25 zeneszámot játszik el, azokat, amelyeket kedvük szerint bekiabál a közönség. Win-win helyzet, nem kell foglalkozni a listával, és a közönség is nyer, hiszen a kedvenceit hallhatják hangulattól függően, így mindenki jól jár, fogalmazott a zenész. Bércesi 2019-ben Artisius díjat kapott,
Ő lett az év könnyű zenei szövegírója. Nagyon meglepett és nagyon jól esett, a díjat a könyves polcomon őrzöm, a Gyűrűk ura trilógia mellett. És megkérdeztem, és ez nem egy ilyen életműdi, de még csak nem is egy albumért, konkrétan egyetlen dalomnak, a Napsütötte rész című dalnak a szövegért kaptam ezt a díjat. Egy véletlennek köszönhető Robi október 21-i önálló estje még nyáron egy budapesti szórakozóhelyen találkozott Keserű Andrással, a Faluház közművelődési munkatársával, akivel beszélgetésbe elegyedtek. A szervező szóba hozta, hogy meghívná egy fellépésre, elkérte az elérhetőségét, és végül felvette vele a kapcsolatot. A profi lebonyolításnak hála, Robi elkápráztatta szólókoncertjével Budakalász közönségét a Faluházban.